egyébként én ezért szeretem a macskákat, mert annyira őszintén tudnak nézni, és egyértelműen nem olyan problémások, mint az emberek. úgy nyúnyó? <laughs> <laughs> Úgyhogy engem nagyon megvigasztalnak a macskáim, és amikor hazajövök egy ilyen nagyon megerőltető ö, ilyen szociális alkalomról, akkor nekem így le van égve az agyam. Megmondom őszintén, és Tényleg lehet egyébként, hogy autizmus spektrum zavaros vagyok gyerekkorom óta, csak ugye akkoriban még ez nem volt divat ezt diagnosztizálni, pláne lányoknál, mert van egy, még a mai napig egy ilyen tévhit, hogy ez csak fiúkat érint. Pedig, pedig elég sok dolog utal rá az én életemben, hogy valószínűleg érintett vagyok ebben a témában, és mondom, hogy amikor ilyen közösségekben megyek, akik akik így elbizonytalanítják az én világomat, mert nem kedvesek, vagy csak nagyon távolról, mert igen, meg olyan érdekes, hogy van egy ilyen unblock, tehát ez a sok nyüzsgő ember, tehát már eleve ez szenzorosan így kibori. Tehát van egy csomó nyüzsgő ember. <laughs> és akkor van egy pár ember, és mindig megkapaszkodok egy pár emberbe, hogy oké, okay, akkor van ő, akkor hozzá lehet kapcsolódni, hozzá lehet viszonyulni, felejtsük el a többieket, húzzuk itt le a rolókat, és ez szörnyű, megerőltető, és de legalább most már tudok róla beszélni, mert egész életemben mindig kussolni kellett róla, és mindig, mindig azt éreztem, hogy én vagyok a hibás. Hogy azért, mert én így működöm, én szar vagyok. De most már tudom, hogy nem. Mert hogy van ilyen működés, és nem kellettől magam rosszul érezni. És uh, akik viszont ezt nem tudják kezelni, és nem tudnak velem a másságom ellenére kedves lenni, azok most saját magukat mutatják be. Azt, hogy mennyire hiányzik belőlük az együttérzés. Nekem elmenni egy nagyobb társaságba egy küzdelem, egy kihívás. Amikor kicsit fiatalabb voltam, és jó, most sem vagyok öreg, de azért, azért a homo sapiensnek az életkorához képest a 46 év az már sok mert eredetileg az ember nem élti olyan sokáig, mint manapság a civilizált világban. És ezt érzem magamon, hogy már kevésbé vagyok rugalmas, és kevésbé bírom az ilyen zajos tömegeket, és pláne mikor így, nem tudom, de vannak olyan tömegek, ahol jó, de nem, talán már nincs. Sok zavar, egyszerűen sok. Szeretek olyan helyre menni, ahol kevesen vannak, és, és olyan, olyan kedvességet érzek, elfogadást, olyan, olyan jóságot. És itt is volt sok ember, akik kedvesebb voltak, de egy pár ember nem. És így próbálom magam nyugtatni, hogy figyelj, Vanda, ez csak pár óra volt, és csak pár ember volt nem kedves, és csak pár ember volt zavarba ejtően furcsa, meg, meg, ilyen hiteltelen, meg ilyen ijesztő, meg olyan nem tudom milyen. De akkor is engem ezek a, az alkalmak megzavarnak. Én nagyon örültem, hogy egy olyan híres emberrel találkozhattam, és meghallgathattam személyesen, akit nagyra becsülök, és évek óta követem, és valami fantasztikus volt meghallgatni őt, ahogy beszélt az élménypedagógiáról, meg szóval, mert én rájöttem, hogy én igazából a fiamat élménypedagógiai módszerekkel tanítottam, amikor kicsi volt. Egész kicsi kora óta. És mikor mondta ez az ember, hogy hogy a tanárság az egy elhivatás, hogy az belülről jön, az egy, ez egy olyan készség, amit nem lehet tanulni, akkor én belegondoltam, hogy én ezt éreztem magamban, mert egy olyan családból jöttem, ahol, az, ahol a tanítás volt az egyik szeretett nyelv, mivel az érzelmi kapcsolódás nehezen ment, ezért úgy fejezték ki a felnőttek a szeretetüket, hogy mindenfélére tanítottak minket. Rengeteg könyvet kaptunk, vittek jobbra-balra, és állandóan magyaráztak, és okosakat mondtak, és én nagyon szerettem ezt hallgatni. És a pedagógus nagyszüleimmel a kirándulások azok olyanok voltak, mint az élménypedagógia. És amikor a gyerekemet vittem kirándulni, akkor, akkor én is uh, pontosan azt csináltam, amit ez a meghívott tanár mondott. És ja is még mesélt a pedagógiáról, meg ilyen modern módszerekről, és, és én így, így képzeletben így fogtam a fejem, hogy úristen, én ezeket a módszereket alkalmaztam, és uh, tényleg így visszaemlékeztem, és pont ma került elém egy, egy videó, amin a kisfiam és én szereplek, én nem látszom, csak a fiam, ahogy olvas. Négy éves és két hónaposan. Valami lenyűgöző volt, megmutattam neki, és nagyon élvezte. Csodálatos. Csodálatos az ember. És ezek a dolgok azok, amik így tartják bennem a lelket. Én tudom az én értékeimet. Én tudom, hogy mit érek. És, és az a világ, ahol ezt nem tudják elismerni, és ahol így az ilyen autoriter felülről diktált rendszerek nem tudnak ezzel a mássággal mit kezdeni, az meg nem tartozik rám. Az meg olyan nekem, mint egy színi előadás, mint egy nagyon rossz műsor. Mint egy ilyen modern performance arról, hogy hogyan csináljunk valamit szarul. Igazából, igen, ez van. Ilyenek. És olyan furcsák egyébként a felnőttek tényleg. És engem nem érdekel, hogy én is 46 éves vagyok, és rám néznek, és akkor látnak egy ilyen nőt, aki jön, megy a macskás pulóverében, meg a nyuszi zokniában. Igazából ez tök vicces, hogy nem mernek mások felvenni nyuszízzóknit. Tök jó lenne, és olyan vagány lenne, hogyha elmennék egy ilyen elegáns helyre, komoly felnőttek közé, és mindenki nyuszízzókni lenne, vagy cicás, vagy rókás, amit épp akarnak. Az lenne az igazi. És farmerba lennének, meg nem tudom, amiben akarnának hiszen állandóan úton útfélen kibudjan belőlük az a bohókás gyerek, akik ők valójában. Minek kell akkor takargatni? Én ezt feleslegesnek érzem. Pontosan azért, mert évek óta ott vagyok az élet végén. És látom, hogy mi lesz. És pontosan tudom, és én is voltam ott. És ezért érzem azt, hogy annyira, felesleges. Ezek a játékok. Ezek a fura izék. Nem tudom. Fárasztó. Meg, meg, amikor a gyerekek ezt tanulták kezelni, én, én akkor egy másik világba voltam. És nem fogom magam többet hiváztatni akkor, hogyha valaki nem tud velem kedvesen kommunikálni. De tényleg. igazából, hogyha valaki komoly felnőtt ember, akkor megtanul, megtanulhat kedvesen kommunikálni. Azzal is, akinek nehéz valamiért a ilyen tömegrendezvény, de amúgy lehet, hogy másoknak is, sőt, biztos vagyok benne, hogy másokban is rengeteg olyan szorongás van, mint bennem, csak ők így kompenzálják azzal, hogy eljátszák, hogy ők ilyen, nem tudom, ilyen nagy, komoly felnőttek, és közben lehet, hogy tele vannak félelmekkel, de akkor ezt miért nem vallják be? Az lenne igazi, és az lenne ilyen tiszteletre méltó, legalábbis nekem. Amikor valaki ezt bevallja, és azt mondja, hogy te figyelj, nekem nehéz ez a helyzet, nekem föl kell vennem magamra a legdrágább ruhámat, és keményen le kell magam sminkelni, ahhoz, hogy én el tudjam viselni, hogy itt van rajtam kívül még száz ember. Vagy nekem föl kell vennem a nagyon komoly felnőtt férfi külsőt, a vasaltinget, meg a nyakkendőt, meg mindent, és akkor elbírom viselni ezt a szerepet. De különben, hogyha ide jönnék drágba, attól félnék, hogy nem vennének komolyan. De tényleg, mielenne lenne egyszer elmenni egy ilyen szituációba, Mackó vagy ilyen kis erdei állatos pulóverbe. Nagyon sokat gondolkozok ezen régebben, mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, elég jól tudtam így óckodni ilyen, ilyen tömegbe, így játszani az agyam, de közben állandóan rosszul éreztem magam, és állandóan magamat hibáztattam, és igazából amióta megláttam a 30 éves van, 30 évvel ezelőtti vandát, és, és megtudtam, meg hogy, hogy én igazából egy nagyon értékes kislány voltam, és nagyon-nagyon sokat lehetett volna belőlem kihozni a körülöttem lévő felnőtteknek, hogyha felelősen bántak volna velem. Azóta én én valahogy nem szeretem már ezeket a mókákat, ezek a... nem tudom. Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kéne nézni saját magát 30 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 20 évvel, ahány évesek. Nézzék meg a kamaszkori ényüket, mindenki. De ne csak a külsejüket. Nézzék meg azt, hogy hogy érezték magukat belül. Nagyon kár, hogy másokról nem készültek ilyen report-filmek. Nagyon fontos lenne. Nagyon, mert azt látom, hogy sokszor a mai gyerekekkel nagyon sokan úgy bánnak, mint hogyha soha életükben nem lettek volna kamaszok, vagy pont azt akarják elfelejteni. Nem tudom. Nagyon jó volt, ahogy beszélt a meghívott tanár. Nagyon nagyon szomorú is volt az, hogy ilyen jó szakemberek, akik tényleg teljes lelkükkel csinálják, egyszerűen azt érzik, hogy, hogy, hogy lesz egy pillanat, amikor az oktatási rendszerből felállnak. Ez borzasztó a lelkeserít. Nagyon szomorú az, hogy azt gondolják sokan, hogy a szülőket nem érdekli ez. A szülőket érdekli le, én személy szerint, én nagyon, nekem nagyon rossz érzés és nagyon sértő, hogy, hogy ez az autoriter rendszer, az oktatási rendszer ez az, tehát itt, itt, itt nagyon keményen föntről lefelé kommunikálnak, és a szülőkkel is. Igazából nem törekszik arra, hogy megismerje a szülőket személyesen hanem egy látszat alapján ítélnek, jó, egyedülálló anyuka, és akkor így, mit tudom én, így, így nagyjából így megítélkeznek valamit a szülőről, és nem törekszenek a személyes megismerésre, és utána minden szülőt egyformán kezelnek, és ugyanúgy kezelik azt a szülőt, aki intelligens, felelős, és szereti a gyerekét, és, és védi, és mindent megad neki ugyanúgy kezelik, mint azt, aki így észre se vette, hogy lett egy gyereke, csak ja, ja, itt van, ja, ja, dobjuk be az intézménybe, ja, ja, de jó, hogy ott van délutáni. És, és ez fáj. Ez nagyon rossz. Tehát azért, azért én, amikor úton útfélem megtapasztalom a megkülönböztetést, a másságom miatt, a betegségeim miatt, a megváltozott munkaképességem miatt, tehát amikor állandóan érzem, a másságot, akkor miért kéne nekem egy elbírálásra leesnem olyanokkal, akik nem becsülik meg az életet? Én megbecsülöm az életet, én megbecsülöm a gyerekemet, én a gyerekemet csecsemő kora óta tanítottam, pedagógus voltam, még mielőtt iskolába került volna. Nyolc hónaposan megtanulta, hogy hogy kell -e meg a villanyt, mert tele volt a kezem, és a gyerek okos. Nagyon sok mindent önállóan megtanult csinálni, mert mindig az adott kora képességeihez mérten tanítottam. És ezért sokkal önállóbb volt, mint a kortársai, akiknek még úgy fűzögették a cipőt, meg, meg kötöz, meg izé a ruhát, a föladták, meg, meg mindent megcsináltak helyettük, és és az én fiam meg élvezte azt a kontrollt az élete felett, maga felett, amit akkor érzett, amikor megtehette azokat a dolgokat, amikre már képes volt. Hiszen én figyelemmel voltam más kultúrákra a fiam nevelésében. És láttam, hogy más kultúrákba a három, 4 5 éves gyerekek mire képesek, hogy maga az ember mire képes. És igazából itt érzem azt, azt az elhivatást, azt a, azt a belső hajtóerőt, ami bennem van, amikor, amikor így tanítom a gyerekemet, vagy most már nem is nevelem, most már inkább egy olyan nagyon-nagyon finom csiszolódás, kommunikáció folyik, amivel irányítom. Néha persze kiabálunk, meg minden ilyen kis izé kamaszos műsor megvan, de, de nagyon sokszor például neki van igaza mert a kamasz gyereknek nagyon sokszor igaza van. A kamasz gyerek az a legőszintébb tükör a felnőttekről, és nagyon sok felnőtt ezt nem bír elviselni. Én nagyon sokszor hálás vagyok. Meglátom a tükröt, amit mutat. Ma, mai szituáció volt, én nagyon szerettem volna, hogyha eljön velem, mert Tudtam, hogy olyan helyre megyek, ahol ilyen nagyon-nagyon komoly emberek vannak, és így nagyon kell így prezentálni, mert minden, és akkor így gondoltam, hogy akkor most prezentálom magam itt a fiammal, és akkor én leszek a fontos anyuka, szép fiúval. És rájöttem, és és ő nem akart velem menni. És utána mondta, hogy nem, nem, és akkor én kicsit úgy sértődöttek, játszottam, de közben megértettem, hogy miért nem akar jönni. És idő után így észbe kaptam, hogy úristen, de vagyok én itt tulajdonképpen így pre, prez, ilyen reprezentatív célral akartam, hogy velem jöjjön. Mint egy, mint ezek a felnőttek, akik itt, mint tudom én, a feleségeiket, meg férjeiket ilyen reprezentatív célal. Sokszor, sokszor, még így keresnek ilyen, ilyen, majdnem azt mondtam, hogy álláshirdetésben, ilyen társkeresőkben, hogy reprezentatív külsejű hölgy legyen. Tehát meg lehessen vele jelenni. És én, bazd meg, már bocsánat, én ugyanezt csináltam, és nem vettem észre. És akkor így észbe kaptam, jaj, ne haragudj, igazad van, és ment, ment az ő, ő helyére. És, és, igaza volt. És nem kell, nem kell a gyereket magammal vinnem, nem. Neki megvan az önálló élete, és, és sokszor most arra gondolok rá, hogy mennyire gyorsan, gyorsan kirepül. De hát így egész, pici gyerekkorától ezt a sáncot épül, építettem neki. Tehát amikor a síelő a sísáncon lecsúszik és repül. Mert én, én tudtam, hogy ez el fog jönni. Én nem egy örök anya hotelt terveztem neki egy ilyen, nem tudom, én, én tudtam, hogy neki önállónak kell lenni. Tudtam, hogy ő neki saját élete van, saját önálló élete. Ez egy egy félelmetes, meg egy csodálatos gondolat egyszerre, de, de nagyon fontos, hogy szülőként evel tisztában legyen az ember, hogy a gyereke nem az ő meghosszabbítása, nem az ő plusz nem tudom mije, amivel lehet flexelni, és, és ezt nekem meg kell tanulnom azért, mert a Környezetem egyébként nagyon erősen hat rám, azt figyeltem meg, tehát amikor más szülők flexelnek a gyerekeikkel, meg így, 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 így ebben gyönyörködnek, de úgy másokat is gyönyörködtetnek, akkor igen, szóval nagyon nehéz ellenállni a felnőtt társadalom hatásának, hogy jaj, most így. Büszkélkedjünk közösen, mert azért az jó érzés. Nagyon-nagyon jó érzés reprezentálni, nagyon jó érzés játszani, hogy nekünk milyen könnyű és milyen jó, és milyen szép minden, hiszen mindenkinek ez a vágya kicsi gyerekkora óta, hogy minden jó legyen, és minden könnyű legyen, és minden szép legyen. És igazából én nagyon megértem azokat a felnőtteket, akiknek igényük van arra, hogy eljátsszák, hogy minden oké. Mert ha mindenki oda menne macskónadrágban a közös találkozóra, mindenki meglátná a macskónadrágos, pocakos, csatakos, leharcolt, felnőtt társait. Hát lehet, hogy megölelnénk egymást. Hirtelen elképzeltem mindenkit. És nagyon cukik. Igazából, igen. Nagyon szerethetőek az emberek, amikor leveszik az állarcukat. És én nagyon hálás vagyok a fiamnak néha, amikor így észhez térít, hogy anya, ez hülyeség. Mert nagyon igaza van. És nagyon jó, hogy vannak olyan pedagógusok, akik ezt meglátják, és, és akik nem csak egy ilyen zavaró, hangos tömeget látnak a gyerekekben, hanem, hanem olyan embereket, akik még tiszták, és tudnak tanítani, tudnak minket is tanítani. És nekem pedig uh, azt kell megtanulnom, hogy amikor egy ilyen kellemetlen helyzet van, amiben ilyen szorongások jönnek elő belőlem, akkor nekem azt tudatosítanom kell, hogy ez most csak egy pár óra volt, és nem tart sokáig, holnap új nap lesz, felkelek, és minden más lesz. Mert elmegyek egy olyan helyre, ahol jobban érzem magam. És igazából erről nem tehet valaki konkrétan, nem hibások emberek, ők nem tudnak mást adni. Azt adják, amit tudnak. És azt hiszik, hogy az jó. És oda kell menni, ahol jól érzi magát az ember. Csak ez néha nagyon nehéz. Mert néha az ember kötődik azokhoz is, akik nem igazán kedvesek vele ez egy ilyen dolog, amit rájöttem, hogy szintén a gyerekkorom óta hurcolok, ezt mindenki a gyerekkorában hurcolja, hogyha nem voltak kedvesek vele, és mégis kellett kötődni és kibírni olyan helyzeteket, amik nem kedvesek és nem jók, akkor az ember felnőtt korában is hajlamos lesz évekig kitartani olyan szituációkba, amik számára kellemetlenek. nagyon nehéz ez. És, és, amikor az ember egyedül van, akkor tulajdonképpen jó, mert most még, ha itt lenne egy ember, akkor lehet, hogy az látna, hogy sírok, és azt mondani, jaj, ne sírjál, de végül is miért ne sírjak? Hogyha rosszul esik valami, vagy fáj, vagy csak simán meghatódok, vagy föli, fölidéződik egy, egy múltbeli emlék, miért ne sírjak? Az emberek félnek az érzésektől. Az a szomorú. Félnek, rettegnek, inkább bevesznek ötven nyugtatót, altatót, csak ne érezzenek. Bármit tesznek, gyorsan kompenzálnak ezzel, azzal, csak nehogy érezzenek. És uh, én pedig pont azt teszem, hogy vállalom azt, hogy igen, vannak olyan események, alkalmak, amik nehezek. Eleve ez a közoktatás téma, ez nekem borzasztó nehéz. Ez engem nagyon-nagyon mélyen traumatizált. Általános iskolában, főleg a osztálytársak bulingja, az borzasztó volt. Amit én az NDK-ban végigéltem, mikor én voltam a blöde ungárin, a hülye magyar, az, nagyon-nagyon fájdalmas volt. És ott is uh, úgy volt beállítva, hogy én vagyok a hibás, mert nem kedvesek velem. Ja. Tehát ez, ez annyira beteg, ahogy, ahogy bántak velem. Annyira. És még otthon is megkaptam, hogy biztos én vagyok nem kedves, vagy nem jó, vagy nem tudom mi a bánat. Nem, én egyszerűen csak magyar voltam. Igen, nem hitték el, mintha nem hitték volna el, hogy vannak emberek, akiknek egész egyszerű, egyszerűen elég, hogyha csak szemüveges vagy, vagy magyar, vagy kiderül, hogy epilepsziás vagy, és azon csúfolnak, és nem álltak mellém azok, akikben bíztam, akik nekem mindent jelentettek, nem tudtak mellém állni. És ez nekem egy nagyon-nagyon súlyos közoktatási trauma, mert a tanárok is magamra hagytak. Ott voltam egy intézményben olyan emberekkel, felnőttekkel, akik nem. Mondták el a gyerekeknek, hogy nem szabad valakit azért csúfolni, mert magyar vagy lengyel. Egyébként volt ott egy kislány, akinek lengyel volt az anyukája, és az orosz iskolában volt igazgató, és őt is bántották, őt azért, mert lengyel volt. Tehát egyszerűen nem is értem, hogy a körülöttünk élő felnőttek mivel voltak elfoglalva. Hát így. Tehát, de manapság is vannak egyébként ilyen fellőttek, tehát így bántják a gyereket, így, így verbálisan abuzálják, és akkor mit, mit, csinál a felnőtt? Szerintem néha észre se veszi, mert lehet, hogy őt is pont ugyanúgy bántják, vagy, vagy mi, lehet, hogy pont ő csinálja, nem tudom, de ez egy ilyen nagyon érzékeny dolog. Aztán, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor, akkor meg nagyon sok mindent ugye nem tanultunk az ndk és akkor szóltam, hogy az ndk nem tanultuk, és akkor így csúfoltak osztálytársak, hogy ndk nem tanultuk. Meg úgy hívtak, ugye, hogy úgy hívnak, hogy Germán Banda, és akkor, mikor mondtam, hogy az ndk nem tanultuk, a hülye gyerek így összekötött, hogy Germán, Német, NDK, jaj, germanizmus, és ezen röhögtek. És ma jó, utólag így sajnálom szegény gyereket, mert, mert, mert nem volt olyan környezete, ami megtanítaná neki, hogy hát kisfiam, azon nem röhögünk, hogy valaki német, vagy amúgy meg nem vagyok német. Tehát, az a nevem, hogy Germán, de, de ezt egy csehországi felmenő volt Germán, Germán János. Meg mi, minden vannak felmenőim, de pont tiszta német nincs ha csak a burgenlandiakat nem veszük annak, de. de nem tudom, így ez tök gáz, hogy itt voltam Magyarországon, és akkor voltak amúgy abban az iskolában nagyon cuki tanáraim, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, de ők vajon tudtak arról, hogy engem hogy csúfolnak, és nekem az hogy esik? Nekem nagyon rosszul esett. Meg ott is csúfoltak a betegség miatt, az epilepsia miatt pláne, volt, hogy így eljátszották, hogy rosszul vannak, és ezt kellett megélnem évekig. Hogy itt, ott hülye magyar volt, amit hülye német. Ez mi, mi, a szar? Ja, és végig mindenhol rögtek azon, hogy szemüveges a komán úr úristen, tehát tényleg emberek azon röhögnek, azon csúfolódnak, hogy a másiknak szemüvege van. Brillenslange, mondták a németek. Pápa szemes kígyó. Szemüveges bagoly, meg vaksi, meg úristen. És tényleg, mit csináltak a felnőttek? Azokat nem zavarta az, hogy bántanak egy gyereket? Vagy igazából erről szól a közoktatás, hogy mindig van egy aktuális gyerek, akire rá lehet szállni, és közben a tanár ő, tud tanítani, mert a hülye gyerekek avval foglalkoznak, hogy bántják azt a gyereket, és akkor az okos gyerekek megfigyelnek az órára, a, az a gyerek, amit meg megbántanak, az meg éljen túl. Tehát így, így ez volt, és akkor... A gimnázium az meg még nehezebb volt, mert, mert ott már több súlyos betegség után voltam. Az első gimnázium a Szényei-Merze, német-latin szakos volt, és ott, ott már teljesen idegen volt számomra a kortárs közösség. Tehát ott, ott bementem, és így Úristen, gyerekek. Mi? <laughs> és a tanárok nem segítettek nekem ebben. Meg nem volt ott egy iskola pszichológus, vagy senki. Totálisan magamra voltam hagyva ebben a szociális helyzetben, amit túlterhelt. És a mai napig előjön ez. Bemegyek egy ilyen, egy ilyen előadásra emberek közé, és úristen, mint az iskola. És közben meg, közben meg muszáj az iskola témával foglalkoznom, hiszen a fiam iskolás, de de ez engem folyamatosan újra és újra traumatizált, tehát beülök egy szülői értekezletre, és így, őristen, osztályterem, jaj, tábla, padok, tehát így kész, és akkor próbálom magam megnyugtatni, hogy jó van, nem fogsz jegyet kapni, nem kell itt maradnod, meg ilyenek, de ez nehéz, és és azok, akik engem annó bántottak, azok most hol vannak? Miattuk van nekem nehézségem a szociális helyzetekben. Azok most valahol boldogan el Ki tudja, mit csinálnak? Megúzták. Valakit egy életre traumatizáltak. Olyan, mint levágták volna a végtagjaimat, tulajdonképpen azokat a kis kapcsolódó csápjaimat, amivel tudok emberekhez kapcsolódni, azokat vágták le azzal, hogy bántottak az iskolában, és ezt így meg lehet úszni. És a tanárok is, akik szemet hunytak el felett, mikor mondták a német gyerekek, hogy wir werden dich hogy el fogunk verni iskola után. És ezt bemondták nekem reggel. És én egész tanítási nap alatt attól rettegtem, hogy hogy fognak engem elverni. Ez borzasztó. És ezen mentem keresztül. 7-8-9 évesen. Ez, és ebben nem gondol bele senki. Senki se érdekel. De nekem ezzel minden nap meg kell küzdenem. És azt hiszem, hogy ennek ellenére elég jól teljesítek. És pontosan tudom, hogy mennyit érek. És aki velem nem kedves továbbra se, az lehet, hogy pont ugyanígy volt bántalmazva az iskolában, vagy ő volt a bántalmazó, akit esetleg otthon vertek, vagy ki tudja, mi történt vele, hogy ilyen lett. Nagyon bonyolult ez, csak nagyon fáraszt is. Én igazából nagyon szívesen elvonulnék valami nagyon félre első helyre, ahol kevés emberrel találkozom, és mindegyik kedves hozzám. Igazából... Öm, ez a társadalom, úgy ahogy ma be van rendezve, ez nagyon sok ember számára toxikus és káros, és ez, erről nem mit tehetünk. És nem is tudom, szomorú, hogy szomorú, hogy olyan, olyan sok minden lehetne igazából csinálni, hiszen az emberiség fejlett és egy csomó mindenre már rájöttünk, és mégse csinálódik semmi. Naja. És egy csomó embert ez, ez, demotivál. És amikor a meghívott tanár mondta, hogy a szülőktől kéne támogatás, akkor én belegondoltam, hogy de hát hogy támogassak én olyanokat, akik számokkal minősítik a gyerekemet? Tehát az nem jó. Tehát nem jó embereket számokkal minősíteni, meg így versenyeztetni, ez káros, ez nem egészséges. Jó, mondjuk az én fiam szeret versenyezni, de engem például súlyosan traumatizált, hogy azok után, amin én keresztül mentem, olyan gyerekekhez hasonlítottak, és olyan gyerekek rendszerében értékeltek engem, akik nem mentek át azon, mint én. Akik nem láttak maguk körül olyan dolgokat, mint én. És senki se gondolt rá, hogy talán akkor máshogy kéne ezzel a gyerekkel bánni, ha amúgy is megkülönböztetjük a betegsége miatt. Tehát ez a szörnyű kettős mérce, hogy megkülönböztetünk téged a betegséged miatt, de amikor neked speciális bánásmód kéne, akkor már te egy vagy a sok közül. Ez szörnyű. És ez következetlen, az lenne következetes, hogy akit megkülönböztetünk a betegsége miatt, azt speciálisan ítéljük meg akkor is, mikor értékelni kell, számon kérni kell, minősíteni kell, az lenne a fair. De ha egy rendszer nem fair, akkor mit lehet tenni? Az összes, amit lehet tenni, és amit én minden nap teszek, hogy a leges, legközelibb környezetembe igyekszem kedves lenni, és jót adni. És aki velem meg nem kedves, az meg nem tudom. Arról nem én teltek. Az róla szól. Ha mindenki csak a közvetlen környezetébe kedves lenne, de mindenki, akkor megváltozna a világ. De ilyen sose lesz, mert nem vagyunk egyformák. Naja, nehéz ez. Akkor azoknak, akik hasonlóan mások, külön kéne vonulni valahova. Naja, most búcsúzom is, mert nem fogom megoldani ezeket a dolgokat. Ilyenkor a legjobb aludni, és elfelejteni a kihívásokat. És talán fölébredek, és sokkal könnyebb lesz. Sziasztok!